teherautóra pakolják a felhasogatott fát az egyik nyíregyházi építő- és tüzelőanyagkereskedés telephelyén. Ezek a hasábok is házak felfűtését szolgálják majd hamarosan. A fűtési szezon közelettével itt már minden nap keresik az eltüzelni valót, a vásárlók pedig az akácfa mellett háromféle, két hazai és egy import orosz szén közül választhatnak. Beszerezhetőségük mellett a legtöbbeket az érdekel ilyenkor, hogy milyen áron kaphatóak. Rossz hírekre szerencsére egyelőre nem kell számítaniuk. A szénnél nem változtak az árak, ugyanolyan fogyasztói áron tudjuk adni a szenet, mint ahogy ezt tavaly tettük, a tűzifára viszont csökkent. Nem jelentős mértékben, egy olyan 5%-kal olcsóbban tudjuk adni most jelenleg a tűzifát, mint ahogy ezt tavaly tettük. Már annyira elszabadultak az árak az utóbbi időben, tehát a tavalyi évben, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy már nem éri meg tüzelővel, fosszilis tüzelőgővel tüzelni, inkább visszabekapcsolja a gázkazánt, ahol erre lehetőség volt. A szén mázsája itt 3700-4000 forint körül mozog, a magasabb kalóriájú orosz szénért már 6000-et kérnek. Mindeközben a tűzifa 3850 és 4300 forint közötti árkategóriában szerezhető be mázsánként. Sokaknak jelent nagy segítséget a szociális tűzifa program, melynek keretében egy igénylő 8 mázsafához juthat. Ez télen körülbelül egy hónapra elegendő mennyiség. A rutinosabbak a leghidegebb hónapokban már csak pótolják a tűzifát, mint megtudtuk, nem is érdemes sokáig kívánni a vásárlással. Én mindenkinek azt javaslom, főleg a tűzifa esetében, hogy próbálja meg a tüzelőt beszerezni a nyár folyamán, vagy legkésőbb az ősz elején, akkor még a erdészetek, a tavaszi vágású fákat, amiket már a nap, illetve a szél kiszárított, azokat fogja tudni megvenni. Télen, a tél folyamán, mikor elvágnak, elfogynak a tavaszi kitermelések, akkor sajnos már csak a friss vágást tudjuk megvenni. Mi is az erdészetettől így a vásárlóknak csak ezt tudjuk adni, amelyiknek lényegesen magasabb a nedvesség tartalma, ami nem igazán szerencsés, hiszen vizet vesz tűzifa árán. Itt pedig már azt a napra forgó magbrikettet mutatja a szakember, amely már drágább a hagyományos tüzelőanyagoknál, jóval kisebb a nedvesség tartalma, és égetése során nem is keletkezik annyi hamu. Azonban talán nem meglepő, amit a tulajdonos is alátámasztott, inkább az olcsóbb barna és diószenek a kelendőbbek. A kevesebb pénzből gazdálkodók ugyanis csak a fosszilis tüzelőanyagokat engedhetik meg maguknak.